beszélgessünk. Beszélgessünk. Te meg én. Táborosi Margarétát állandóan hajtja a kíváncsiság. Szeret járatlan utakat és friss formákat használni. Az előadásaiban, az öltözködésben, a mozgásban, a nevelésben és a tanításban is. Soha nem gondolkodik sablonokban, mindig éber és nyitott. Margaréta nevével először akkor találkoztam, amikor megnéztem az Ember komédiája című előadást a Kosztolányi Dezső Színházban. Azt kérdeztem magamban, hogy ki ez az erős és energiabomba nő, aki összerak egy ilyen világszínvonalú előadást. Hát most már tudom. Szeretném, ha önök is megismernék. Bemutatom Táborosi Margarétát, az Újvidéki Művészeti Akadémia színészmesterség tanárát, rendezőt, színészt, édesanyát. Üdvözlöm önöket, Gazsó Orsolya vagyok. Szeretettel üdvözlöm Táborosi Margarétát a műsoromban. Pár napja volt Sziveri János halálának az évfordulója, és képzeld el, hogy ezen a napon úgy emlékeztem meg a vajdasági költőre, hogy bekapcsoltam a számítógépet, beütöttem YouTube-ra az Ember komédiáját, és hallgattam az előadásból dalokat. Talán neked még nem is mondtam, hogy nekem az Ember komédiája, az az előadás, amit te rendeztél a Kosztolányi Dezső Színházban, a kedvenc előadásom, tehát az életem eddigi legjobb előadása, amit láttam, és amikor kicsit szomorú vagyok otthon, vagy egy kis magányra vágyom, akkor bekuckózom a fotelbe, betakarózok, és hallgatom a Bábelt, de egymás után többször. És nem mondom, hogy felvidít, mert szintén egy szomorú dal, de valahogy akkor úgy megtaláljuk egymást. Neked mit jelent ez az előadás? Érdekes, hogy mondod, hogy megnézted, vagy belenéztél. Én is láttam, hogy megosztották az interneten, pont a Kosztolányis előadásból a Bábelt, amit Barát Attila felrakott a YouTube-ra, és nekem igazából, amikor valamit visszanézek, amihez közön van, akkor nem csak nézőként tudom, hogy milyen érzékelni, hogy milyen hatást vált ki, hanem nézem, hogy ez milyen munkám volt, vagy milyen állapotban született ez, vagy hogy igazából ez így elhelyezem magamba, így visszamenőleg is értékelem a munkám, és az volt nekem a megdöbbentő, hogy nem is megdöbbentő, tehát így nézem, és arra jövök rá, hogy milyen
tehát szeretem, hogyha van egy atmoszférája, van egy hangulata az előadásnak, és mindegyik előadásnak más. Viszont van valami közös, úgy érzem, a vidámabb darabokban is, amihez közön van, ami egy kicsit úgy gyomron vág. És igazából én ezt a gyomromban érzem, ezt a hangulatot, amit nem egy-egy jelenet, hanem valójában ez az atmoszféra vált ki a nézőből. Tehát én így értékelem a látottakat, hogy kicsit a gyomrost ad. Pont ezt érzem én is, hogy így gyomron vág, de ugyanakkor azt érzem, hogy így a szívre is, meg az agyra, meg így az ösztönökre is tudsz hatni. Neked melyik a legfontosabb, hogy melyikre has? Hát ez így mindegyütt. Mindegyütt tudattal átfogva. Sőt, nem is mindig. Tehát azt már látom, hogy a munkáim során az intuíciónak mekkora szerepe van, és pont annak, ami igazából a legmegfoghatatlanabb a művészetben, vagy a mindennapi létezésünkben is, vagyis a intuíció, hát a ráérzés, a megérzésnek. És igazából ezek érzések, hangulatok, amiket képekbe próbálok formálni, ugye a mozgás, a szöveg, és a színészek mozgatásával. Érdekes, amit mondtál a legelején, hogy ahogy visszanézel egy ilyen régebbi előadást, hogy visszaemlékszel arra a lelkiállapotodra is, amiben azt készítetted? Nem teljesen a lelkiállapot, hanem tehát amit mondjuk rá most mondok, tehát például ha megkérdezed, hogy miért foglalkozom színházzal, vagy miért lettem színésznő vagy rendező, akkor amit most mondok, az egy idő múlva, pár év múlva átértékelődik, annak köszönhetően ugye, ahogy én fejlődök, ahova halad az életem, tehát hogy ugye csak a mostban érvényes az, amit megfogalmazok, lehet, hogy már holnap még valami hatás ér, például nagyon egyszerű dolgokból indulok ki most már, amikor megfogalmazom a színházat, vagy a munkámat, tehát szerintem ez egy jó hasonlat, hogy miért fontos, hogy bemelegítsük a hangunkat, a testünket, és hogy most pont a topolyai darab kapcsán mondtam úgy el az embereknek, hogy tehát ne jöjjek, hogy már fontos, hogy ha bemelegítsük, és hogy akkor jobban tudjuk használni, és alkalmasabb, hanem egyszerűen, tehát tényleg, hogyha a mínusz 5 fokba kint áll az autóm, akkor ha begyújtom, én nem eshetek neki rögtön az útnak, be kell, hogy melegedjen a motor. Tehát ennyire egyszerű az ember is, egyszerűen be kell melegíteni a testedet, vagy ha kiveszem a hűtőből a húst, lefagyasztva, nem eshetek neki, hogy megfőzzem, hanem kell egy idő, tehát ugyanúgy kell egy idő, egy rákészülési idő, amíg odaérek a színházba, akkor megiszom a kávémat, aki elszívja a cigarettát, tehát ezeket a rituáléinkat, hogy betartsuk. Szia, hogy vagy, ez már 3 embernél már 5 perc, tehát hogy így rákészüljünk, és igazából aztán pedig, hogy alkalma, tudjunk közölni a testünkkel. Visszaemlékezek, hogy akkor milyen, hol tartottam az életemben, és már most hogy fogalmaznám meg, vagy persze, hogy más vízbe lépnék most, mint akkor. Ezeken szoktam gondolkodni, de nincs bennem olyan vágy, hogy jaj, hát ezt most még egyszer megcsinálnám, tehát ha meg kellene csinálni, nem meg kellene csinálni, tehát hogyha még egyszer foglalkoznék például szíveri munkásságával, akkor most mást domborítanék ki. Nem jelenti azt, hogy eltörölnék mindent, amivel akkor foglalkoztunk. Mivel hogy függ attól is, hogy kikkel dolgozol. Tehát hogy ugye abból is nagyon sokat merítek, akikkel alkotunk. Hát ugye most, hogy említetted a topolyai darabot, nemrég pár napja, vagy egy hete volt a bemutatója a Topolyai Mara amatőr színjátszóknak, a Schweig című darabot rendezted meg nekik, és pont amikor miután megnéztem az előadást, úgy arra gondoltam, hogy ez a Margaréta milyen bátor, hogy olyan színházi eszközökhöz nyúltál az amatőr csapatnál is, mint egy profi színházi társulatnál, és úgy azt láttam, hogy nagyon jól ki tudod találni, hogy melyik színésznek a válla mit bír el. Holott őket nem annyira ismered, ők amatőrök, lehet, hogy először találkoztál velük, ezt hogyan tudod felmérni? Nem teljesen tudom felmérni, nem teljesen tudok rá érezni se. Topolyaiaknál például pont azt éreztem, hogy
jó pár embernek sokkal többet is elbír a válla, mint amennyi feladatot most kapott, de hát először találkoztunk, ha még találkozunk, akkor már más, na más, máshogy tudok hozzáállni. Akkora lendületben vagy, pöröksz, zajlanak az események, és pont ugyanezt látom, tehát én a Margarétát látom az előadásaidban is, egyszerűen pörögnek a percek, az események, és nagyon sok, azért is mondtam, hogy milyen bátor vagy, hogy nagyon sok mozgás elemet, fizikai színházi elemet emeltél be most az amatőr előadásnál is. Mit gondolsz, hogy van olyan eset, amikor egy mozgás többet elárul, mint egy szó? Igen, ezt egyértelműen gondolom, csak az egyszerű, a mindennapi életünkben is, tehát a szavak, megtanuljuk a szavakat, azok egy kifejezést jelentenek, egy állapotot, mi úgy is, hogy mi magyarul sokkal választékosabban körbe tudjuk írni, de amikor valamit mondok, és ellenében teszek egy gesztust, az is árulkodik valamiről, tehát ezek az érdekesek, és igazából jó van, ha azt nézem, nem olyan régen fejeztem én a rendezőszakot, de kezdem kicsit ezt a fizikai színházas kifejezést unni. Nem is unni, hanem nem tudok vele, tehát ha meghalljuk, akkor azt képzeljük, hogy itt most eleve nem definiálható konkrétan, hogy a fizikai színház mit takar, ugyanis mindenhol, ahol megmozdulnak, vagy valamilyen kontaktusba lépnek, már nevezhetjük fizikainak, vagy hogyha intenzívebben játszanak. Tehát nem is tudjuk igazán definiálni, és van valami választó értéke is, hogy hát akkor ez nem klasszikus, vagy nem rendes színház, hanem akkor ez fizikai színház. Ez is zavar. Inkább most már elkezdek úgy gondolkodni, hogy színházat csinálok, megvan, hogy a sajátos elemekkel, amikkel én tudom éltetni a darabot, mindenkinek megvan, hogy mivel tudja éltetni. Van, aki a szöveggel tudja erősen, van, aki látványában, interakciókban, tehát alkotónként változó, és említetted a lendületet és a mozgást, tehát igazából nekem ezek nem igazi mozgások, nem is úgy koreográfiák, hanem ahogy a mindennapi életünkben jelentést tudok adni egy ilyen gesztusnak, ezt állítjuk össze, ezt rakjuk össze egy képi, aminek lesz egy hangulata is, és akkor így születnek meg ezek a dolgok. Nekem ez nem tűnik fizikailag megerőltetőnek, és el is csodálkoztam, mikor például, tehát volt olyan tényleg egy próba, amikor esni tanultunk, tehát csak estünk, és akkor úgy belegondoltam, hogy hát senki nem szólt egy szót se, de körülbelül a társulat egy része 40-50 között, sőt 60 és inkább a 70 felé, tehát, és kitartóan estek órákon át, akkor így néztem, hogy az ember az sokat bír, csak valahogy nem szokjuk meg, lemondunk a saját testünkről, és akkor utána jönnek a betegségek, a problémák, és akkor inkább bízunk benne, hogy majd ott, nem tudom, árammal megráznak minket, kicsit felakasztanak ugye a vízbe, és akkor majd jobb lesz, persze jobb lesz, de ha kicsit foglalkoznánk magunkkal, nem csak tudom, hogy idő is, tehát ez mind befektetett energia mindenféle értelembe, de ha mindig csak elveszünk valamitől, nem fektetünk vissza, akkor az előbb-utóbb ugye kiürülnek a lelőhelyek is, tehát a testünk is egy idő után sikít, jelez. Meg hát ugye kihűlik egy idő után, hogyha nem foglalkozunk vele eleget. Te mennyire vagy, Margarét, a test tudatos így a mindennapokban? 20 kiló ingadozás, ez akkor jelent meg, ugye, mikor babát vártam, de akkor valójában elfogadott is, és én teljesen egy utazásnak is éltem meg a saját testemben, és nekem ez nagyon érdekes, eleve a szülés fizikalitása. Tehát én, hogy mondjam így, hogy akkor élek az, hogy ilyen fizikai kísérletnek éltem meg. Tényleg csoda, ami akkor a női testtel történik. És
Tehát az pedig, hogy a súly mit ad a mozgáshoz, az nekem nagyon érdekes volt, hogy tényleg megfogunk, tehát veszünk nyáron egy görögdínyét, ami 10 kilós, hát azt már nehezen visszük haza, ahhoz már bicikli kell, vagy autó, de hogy a 10 kiló olyan könnyen ott van egy emberen. Tehát, hogyha azt nekem folyamatosan a dínyét vinnem kell magammal, akkor jöttem rá, hogy hát akkor minek is tartsam meg ezeket a kilókat. Viszont ha a másik oldal, tehát nekem még egy része mindig megvan, amin igazából csak tornával lehet segíteni, és a másik része pedig, hogyha az ember fizikailag a térben megnől, valahogy, minthogyha a szellem is követné. Tehát nem azt mondom, hogy bölcsebb lesz, hanem egyszerűen ez ad egy védőbástyát. Tehát az, hogy én nagyobb vagyok, egyszerűen úgy érzem, hogy erősebb vagyok, úgy érzem, hogy többet elbír a hátam. De nem lassulsz le tőle? Egy bizonyos súly fölött már igen, de mondjuk pont egy olyan tízes, most én erről tudok beszélni, van, akinek ez lehet, hogy több vagy kevesebb, többet, tehát úgy érzed, hogy egyszerűen jobban bírod húzni az igát. Én most ezt érzem, hogy én azért nem tudok megválni Tehát itt jön az, hogy igazából a kilók azok nem csak fizikailag vannak, hanem hogy lelkileg is ragaszkodunk hozzá, hogy egyszerűen itt van, és engem ez bástyaként most körülvesz, én ebben, tehát úgy, na, ha megindulok, más lendülettel indulok meg, mint hogyha SS méretű vagyok, most így mondjam. Uh-huh. És mi az, ami még neked bástyát nyújt így a mindennapokban, ahhoz, hogy tudj dolgozni, milyen harmonikus elemekre van szükséged? Például télen, le is kopogom, az, hogy én nem betegszek meg, ez nagyban köszönhető annak, hogy hetente járok szaunázni. Itt Zentán van erre lehetőség, és tényleg egyhogy stresszoldó is, tehát akinek úgymond a szervezete bírja, eszméletlen fölfrissülést ad, és az immunrendszert erősíti, tehát nem kell mindent magamba tömnöm. A másik télen, tehát télen megváltozik az étrendem. Olyan szinten kezdek el húst fogyasztani, hogy így mondjam, ami eddig nem volt rám jellemző. Tehát elkezdtem az évszakokhoz alkalmazkodni. A másik pedig, és mikor jön a tavasz, tehát nem bírok éhezni. Ilyen, hogy úgy fogyni, hogy éhezzek és ne egyek, nem bírok. Tehát mindig valami étrendet. Tehát enni kell, itt nincs mese, és sőt, mondjuk ez egy olyan szakma, ami húsevő szakma, tehát itt húst kell lenni ahhoz, hogy bírd a harapásokat, és hogy tudj harapni. És viszont találtam egy olyan tisztító kúrát, amikor teljesen vegánul étkezem, tehát mindent kizárok, cukor, szénsav, kávé, semmi, 3 hétig, és az olyan szinten föltölt, nagyon érdekes, 3 nap után elkezdek szédülni, hogy ugye nincs a megfelelő cukormennyiség a szervezetben, mikor ezen átlendülök, ott meg eszméletlen az energia. Viszont, hát azért vannak azok a kis csokikák, meg torták, hogy az ember... Hát na, hát örömet okoz. És aztán visszatérek, de ezt tavasszal, ősszel megcsinálom is. És ezek töltenek fel fizikailag. Lelkileg pedig a séta, és hogyha olyan dolgot olvasok, ami elgondolkodtat. Vagy pedig sikerül egy olyat beszélgetni. Egy-egy munkád után, ugye taps mellett, biztos vannak olyan nézők, vagy olyan visszajelzések, hogy kapsz harapásokat is, és amire vissza kell harapnod. Mennyire fontosak neked ezek a visszajelzések? Mennyire fektetsz rájuk hangsúlyt? Fontosak, mert hát mindenki, aki színházzal vagy művészettel foglalkozik, szeretné, ha ezt szeretnék mások is, vagy ha megértenék. És hogyha nem értik meg, vagy tényleg nem úgy sikerült egy munka, tehát hogy sose úgy állok egy munkához, hogy na ez majd. Nem mindig sikerül. Igen, sajnos. Viszont ezekből a nem sikerülésekből lehet aztán, ugye kicsit hátralépsz, hogy nagyobbat tud ugorni. Ha ez sikerül megemészteni a kudarcot, meg elgondolkodni, hogy most mi miért nem jött össze, akkor lehet tovább menni. Ezek nem hetes, meg hónapos emésztések. Tehát itt én már mondhatok éveket is, hogy van, amiken elgondolkodom, hogy ez most miért nem, akkor mi kellene. Tehát fontos a visszajelzés, nagyon fontos
az, hogy nagyon nagy öröm, hogyha ezt a nézők szeretik, és föltöltődnek. Uh-huh. Tehát, és nagyon jó látni, hogy amikor ezt játsszák a színészek, és hogyha sikerélményük van. Tehát az nekem is így visszajelzés. Ebből tudsz te is töltekezni. Egyértelműen, uh-huh. igen. Amikor elolvastam az önéletrajzodat, ugye láttam, hogy az Újvidéki Akadémián végeztél először színész szakon, és akkor utána, amikor mentél Budapestre, a Színház és Filmművészeti Egyetemre, ott is a felvételénél azt választottad, hogy te inkább a színpadon szeretnél lenni, nem pedig a színpad másik oldalán, és most azt látjuk, hogy gyakorlatban a Margarita mégis alkotó, nem pedig játszó. Hogy alakult ez így? Mikor az Újvidéki Színházban kezdtem dolgozni, akkor vonattal sokat utaztam, szerintem az egyik leginspirálóbb hely vonaton olvasni, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy valamit kellene ezzel csinálni, és az akkor igazgató László Sándor pályát adott, teret adott ennek, és igazából akkor sikerült egy zeneszerzőt hívni, aki nagyon fontos volt, és akkor pont a László Sándor negyedéves osztályával készítettünk egy Tavasz című előadás domonkos művekből, és igazából nekem az volt ilyen, hát nekem az volt az érdekes, hogy mondtam valamit, és ők megcsináltak, és én így néztem, hogy úristen, így csinálják, nagy beleélésre, és mondom, Jézusom, hát ez nagy felelősség, hogy most akkor én itt bármit mondok, meg nem mondhatok hülyeséget, de persze mondtam is, és akkor rájöttünk, hogy jaj, hát ez nem így kellene, és az volt egy első a munka, és azt valahogy nagyon-nagyon szerettük, és az egy nagyon nagy löketet adott, és azt meglátva akkor nyáron, akkor már első évet fejeztem Pesten, akkor hívott Magyar Attila a Tanya Színházba, és hát akkor a Falu Rosszát is majdnem azokkal az emberekkel készítettük, plusz még jött egy fiatalabb generáció, és valójában ezek ilyen szeretett munkák voltak, és így jött az, hogy inkább a rendezni koreografálni hívtak, közben az osztályba még játszottam is, tehát hogy ott kaptam azért olyan feladatokat is, és hát így alakult. Most már, ha színpadra kellene mennem, tehát nagyon sokat kellene nem csak fizikailag dolgoznom magamon, hanem a beszédtechnikám is visszaesett. Tehát, hogy azért nem úgy van, és teljesen más az idegrendszeri munka is. Egy szerepet megformálni, tehát ott egy szerepet kell magamra húznom, emígy pedig az egész darabbal foglalkozni, tehát más az idegrendszeri munka is. És szóval, hogy néha eljátszok a gondolattal, lehet, hogy majd eljön az ideje, hogyha lesz egy olyan feladat, ami pont akkor engem igényel, nem mondom, át kell akkor ahhoz állni, és így. De épp most, hogy a legutóbbi rendezésedet néztem, arra gondoltam, hogy mennyire komplex ez a feladat, te ebben a szerepben, itt nagyon-nagyon sok szereped volt rendezőként, ugyanis nem csak rendező voltál, hanem gondolom fényező is, díszletező, dramaturg, minden. De ott, tehát lehogy néztem így a színpadot, minden sarokban történt valami, és Jézus, mondom, ez a Margaritának, ezt mind egytől egyig ki kellett találni, de ez csak egy jelenet, az egy perc volt az előadás, meg ugye nem is tudom összesen mennyi, több mint 90 perc. Szóval óriás. Két óra. Igen, óriási. Tehát nagyon nagy feladat ez. És gondolom fárasztó. Fárasztó, de kreatív. Uh-huh. És jó, tehát itt ez egy speciális helyzet volt, ugyanis nekik egy rendezőre volt keretük, tehát akkor így ezért volt ez a 4-1 szerepvállalás, ami egy idő után motivált is, hogy milyen érdekes tényleg effekteket keresni, igen. Tehát, és hogy meddig tart. Amikor én ugye a zenei szerkesztőnek, vagy a zeneszerzőnek mondom, hogy hát ide kellene valami, és akkor ő fogja a fejét, hogy hát az nem úgy van. Most már úgy érted. Jobban értem, hogy hát mi az, hogy nem úgy van. Vagy az, hogy tényleg menni és túrni a jelmezeket, és keresni, és jaj, nem jó rá ez a cipő, de mikor, na mindegy. Uh-huh. Mi nem jó? Ja. Jó lesz. Na ja. Szóval, hogy férjé bele alapon, jó, persze nem, de igen. Úgyhogy komplexebb, és az, ami még a fájdalmas is ebben, hogy ahogy te ezt, tényleg bementünk abba, még augusztusban, amikor egyszer találkoztunk, ott a művészbejárón, Topolyán is nézem, hát igazából tudod, egy foajé, egy folyosó, székek, színpad üres, nagy
óriási, régi, poros bársony, barna bársony függöny. Hát itt mi lesz? Mit fogunk? Ülünk a kis félig strandruhánkba, és akkor hát valamit csináljunk. És csak a szöveg van előtted, még nem, sem. Még sem. Még az sem. Nem, hanem hogy akkor beszélgetünk, és akkor mondom, hogy tehát legyen egy első találkozás, mégis ismerem őket látásból, vagy láttam őket, de hogy valami legyen, és akkor így beszélgessünk, hogy én mit gondolok, ők is, ahogy mondják, jó, akkor ne legyen csak komikus, mert ugye, tehát csak úgymond neve csíges darabot kértek, de mondom, jó, én nem szeretnék csak nevetetni, tehát hogy legyen persze egy könnyedség is, de azért legyen valami. Sírás is. Hát, sírás, igen, a két véglet. Tehát legyen valami komolyabb tartalom is, mint csak az, hogy most kikivel szűri össze a levet, körülbelül egy bohúzat, vagy, tehát hogy na, azok körülbelül ennyi. Elmesélve. És akkor így érdekes, nem is érdekes, így visszagondolva, jó leső érzés, hogy abból a úgymond űrből, meg így széttartó gondolatokból és erőviszonyokból így egy irányba tudott a végére állni a dolog, és hogy megszületett ez a dolog, ahol ez a darab, ahol megvan egy-egy jelenet, megvannak a karakterek, a történet, a poénok, az elgondolkodtató részek. Jó volt azt látni, hogy a teret, ahogy át tudtuk alakítani, úgy, hogy csak széthúzzuk a függönyt, és érdekes volt, hogy ugye azt a zongorát, azt nem lehet kimozdítani a moziból, akkor azt is beleépíteni. És ezek olyan jó eső érzések, hogy jaj, de jó, akkor adtunk neki is egy funkciót, igen, hogy ne kerülgessük és gyugjuk el ezt a zongorát, mert általában befüggönyözik. Nem nagyon 8 ember kell, hogy megmozdítsa, vagy hogy levigye, tehát teljesen fölösleges tényleg lefölpakolgatni, pláne, hogy a hangszernek nem teszünk jót, és akkor így beleépített. Sőt, a darabban is pont az volt, hogy nem tudták felemelni, olyan nehéz a zongora. Hát szándi, igen. Mert hogy mi is, de hogy nem lehetne, így nem lehetne, úgyis tényleg nem lehetett. Én is beletörődtem, hogy ez egy fölösleges küzdelem, sőt, ne, tehát, hogy tényleg fölösleges bántani, akkor tegyük bele, építsük bele, ami úgy van. Margaréta, lejár lassan a műsoridőnk. Még annyit a végén megkérdezek, hogy mi van most születőben, a fejedben és úgy a valóságban? Inkább a fejemben vannak születő dolgok. A valóságban, amit most várok, most fog nyílni színészosztály, tehát azt várom, hogy kik jelentkeznek, hogy mit tudunk velük kezdeni. Akik most mennek el, az számomra hihetetlen, hogy elmúlt 4 év is, és hogy őket most elbocsátjuk, és megtanítottunk-e. Valójában elég dolgot tömtünk ebbe a kis zsákjukba, hogy nekik elég legyen erre a pályára. Ez tehát ez az elengedés és az új, ez biztosan lesz most. Terveim vannak, ez a munkakör megkívánja most már a doktori végzettséget, tehát hogy most az van tervben, hogy találni egy jó témát, ha már újra tanulni fogok, akkor az olyan legyen, amit én aztán kamatoztatni is tudok, és pláne érdekeljen és motiváljon. Tehát, hogy most ez van tervben is, és most húzamosabb ideje már úgymond nem alkotok annyit, mint amikor most új évkor át szoktam néha nézni a régi naptáraimat, tehát hogy tényleg voltak eszméletlen tempók, és az eszméletlen tempó most hiányzik is, úgyhogy most igazából ennek a mókuskeréknek a fölpörgetésén dolgozom. Tehát most szeretnék ilyen kreatív munkákat találni, kitalálni magamnak, úgyhogy igazából most a gyorsításon vagyok, meg most a gázt nyomom. Most kezded el csak nyomni a gázt, de mi nézők és követőid úgy érezzük, hogy őrült tempóban vagy, úgyhogy számomra ez, tehát hogy persze ugye a gyermekvállalás, anyaság, de már 3 éves a kisfiam, nagyon értelmes, tehát mellette már lehet újra szárnyakat bontogatni. Úgyhogy így. Sok sikert kívánok a szárny bontogatáshoz, és remélem, hogy minél előbb látunk valami jó és izgalmas munkádat, és a tanulmányaidhoz is sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, szívből tényleg.